Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A választ megadja itt ez a kártya. Itt látható ez a kehely, ami utal az érzelmekre. Ő kimutatja az érzelmeit. Számára fontos, hogy legyen köztetek egy új kezdet, egy új irány, és ami fontos, és amit ő tervez, hogy nyitott lesz tervekről, érzelmekről beszélni. A második kérdés, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ő a kezébe veszi ezt a botot, irányítja a dolgokat, aktív lesz, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, sőt, szenvedélyekkel közeledik hozzád. És a harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt értékekről van szó. Ez lehet a munka, a hivatás, az anyagiak, de jelenti a belső értékeket is, ami kettőtöket illet, ő kimutatja majd azt, hogy te értékes vagy számára. Mi köt össze benneteket? Itt ez a kártya jelenti azt, hogy meg akarja ő tartani ezt a kapcsolatot. De nem csak szenvedélyekről van itt szó, hanem gondoskodásról is. Lehet, hogy ő szeretne gondoskodni rólad, de ez a kép jelentheti azt is, hogy megvannak nála az elvárások, hogy mutasd ki az anyai érzelmeket is. Az nem jelenti azt, hogy téged úgy tekint, mint az anyukáját, de néha megvan nála az elvárás, hogy gondoskodj róla. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!